1,8 milliárd forintot nyert Bonyhádváros arra a feladatra, hogy gyakorlatilag teljesen átépítse a már a kor követelményeinek nem megfelelő szennyvíztelepet. A projekt előnyeit nem csak a helyiek, hanem nagymányok, kakas, cikó és kismányok polgárai is élvezik majd. A fejlesztés jelenlegi állapotáról tudhattak meg többet a helyszínbejáráson résztvevő városi képviselők. A pályázat megkezdése előtt volt több alternatíva, de az sok minden miatt elvetésre került, de nem most, 4 évvel ezelőtt, mert egyrészt messze volt, hosszú vezetéket kellett volna építeni, volt egy régészeti feltárással érintett terület rész, azon a területen, amit kinézett a szolgáltató, jól emlékszem, és eleve nem támogatta a pályázata azt, hogy a meglévő szennyvíztelep elbontásra kerüljön. Tehát ez itt maradt volna egy ilyen ipari torzóként még akár 20-30 év múlva is, ezt senki nem akarta, egy szereplő sem, sem a szolgáltató, sem a pályázó önkormányzat. Ezért nem vitték más helyszínre az új szennyvíztelepet, és döntöttek a jelenleg működő teljes felújítása mellett. 22 település konzorciuma adja a projektet, összesen 8,5 milliárd forint összegben valósul meg ezen a 22 településen egy-egy beruházás. Ami Bonyhádot illeti, 1,8 milliárd forint az az összeg, ami ránk jut ebből a projekt összegből. 2018. augusztusában kezdődött meg a beruházás, annak az érdekében, hogy az itt működő szennyvíztelep teljesen megújulhasson. Ugye rengeteg törvénynek, kötelezettségnek kell hatósági engedéllyel kell rendelkeznie minden szennyvíztelepet Magyarországon, amely működik, és ezeknek a hatósági elvárásoknak nagyon szigorú szabályai vannak, nagyon helyesen a környezet és a természet védelmében, és ez a szennyvíztelep már olyan elavult volt, és olyan problémákat adottak rendszeresen a szolgáltatónak a gondját meggyűjtve, mert azért a lakosság ebből azért hál' Istennek ritkán vett része valamit, hogy mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ezt a pályázatot benyújtjuk. Nyertünk rajta, és 2018. augusztusában meg is indulhatott a beruházás. A legfontosabb, ami ennek a projektnek a keretében megvalósul, az itt a mögöttünk látható úgynevezett biokosz műtárnak a megépítése, amely a szennyvíz tisztításának a során azt a technológiát biztosítja annak a helyszínét, és egyben magát a technológiát is, ahol a ide beérkező szennyvíz megtisztul. Ennek a projektnek a keretén belül az itt a telepen megvalósuló beruházásokon túl az legfontosabbat említettem, de épülnek még kiszolgáló épület, az irodaház, garázsok és sok minden más, amit megkönnyíti majd az itt dolgozók munkáját, amellett, hogy a legmodernebb technológia fog megvalósulni. Egy 5% mértékig a rendszernek, a szennyvízrendszernek a rekonstrukciójára is lehetőség van. Ez a projekt legvégén fog megvalósulni itt a városban. Ami azt jelenti, hogy az elavult közműrendszer cseréje is egy szakaszon elkészülhet. Ez azt jelenti egész pontosan, hogy a Rákóczi utcának egy bizonyos szakaszában, amit a szolgáltató a legkritikusabbnak ítélt meg, és ahol évek óta probléma volt a egyszerre nagy mennyiségben lezuduló csapadékvízzel együtt, hiszen sokszor bevezetésre kerül a szennyvízrendszerbe, akkor nagyon sok problémát okozott ezen a szakaszon. De ha a Rákóczi utcában ez a vezetékcseré megtörténik, akkor a Táncsi utcában is a évek óta fennálló probléma orvosodni fog. Mindezzel együtt a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy egyszerre kell a fejlesztéseket végrehajtani és folyamatosan szolgáltatni, hiszen a szennyvíz termelődik és azzal kezdeni kell valamit. És ez így lesz akkor is, amikor az új rendszer beüzemelésére sor kerül, mondta Filóné Ferenc Ibolya. Ami még fontos, hogy mikor kezdheti meg majd az új üzem a megindulását. Valamikor nyára várható, amikor egy 6 hónapos próbaüzem indul, és ezt követően kerül majd átadásra a megújult szennyvíztelep. Mire a projekt lezárul, a legmodernebb technológia működik majd Bonyhádon, olyan, amely messze menőleg figyelembe veszi a környezetvédelmi előírásokat.